Na, hello pingvinek, itt Nessa, és ma egy kicsit sportból fogunk művelődni, egészen konkrétan futballból, ugyanis ebben a kérdéssorban ki kell találnunk, hogy kik ezek a játékosok, akik ennyi klubot megjártak. Tudjátok, mondtam nektek, hogy hamarosan szeretnék indítani egy sorozatot, ami a nyáron a transferekkel, az átigazolásokkal foglalkozik, úgyhogy most ennek felvezetéseképp kitaláljuk, hogy kik ezek a futballisták, akik bizony nem egyszer váltottak már klubot, és ez egy nagyon nehéz kérdéssor, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ti a közönségből mennyire vagytok hardcore futballfanok, és hogy én vajon mennyire fogok jól teljesíteni ebben az ütközetben. Úgyhogy kezdjünk bele, lássuk az első kérdést, és mindjárt rájöttök, hogy hogyan is működik ez a történet. Az első feladvány: Barcelona, Bayern München, AC Milan, PSV és Fortuna Sittard, illetve itt van Patrick Kluivert, Philippe Kaku, Ibrahim Afella és Mark van Bommel. Ki az a játékos e közül, a négy Spieler közül, aki mindegyik fenti klubban játszott? Ezt kéne nekünk kitalálni, és hát nem egyszerű. Barca, Bayern, Milan, PSV, Fortuna Sittard, hát az utolsóról fogalmam sincs. Oké, van Bommel, ő játszott a Barcában, játszott a Bayernben, a Milánban is, a PSV-ben is, az utolsót nem tudom. Afellay nem játszott a Bayernben, se a Milánban, szerintem. Kökü játszott a Barcában, az biztos. Kluivert játszott a Barcában, és a Bayernben? Nem akarok hülyeséget mondani, rég volt. Szerintem Mark van Bommel az, úgyhogy tippeljük meg, és yes! Ho-ho-ho-ho! Ott van ez a szépséges, brúztoló fiatalember. Oké, az első kérdésen túl vagyunk. Úgyhogy menjünk tovább, drága pingvinek. Második feladvány: Liverpool, Newcastle, United, mondjuk ez nem tudom melyik United, Watford, Charlton, Athletic. És a lehetséges játékosaik: John Barnes, Kevin Keegan, Ian Rush vagy Peter Bardsley. Hát ők bizony régi játékosok már, régi motorosok, ezért mondtam nektek, hogy nem lesz egyszerű ez a sztori. Fú, hát nem tudom ki az, aki ezek közül ennyi klubot megjárt. Kevin Keegan talán? Legyen ő, megtippelem. Nem. John Barnes. John Barnes. Őt nem ismertem. Aki tud valami John Barnesról, veterán foci fanok, meséljetek róla a komment szekcióban. Én őt nem ismerem. Ehhez még azért fiatal vagyok. Hát kettőből egy. Menjünk tovább a harmadik feladványra. Íme. West Bromwich Albion, Sunderland, Aston Villa, Birmingham City. Hát ez vagy Ridgewell lesz. Ugye Ridgewell, Gardner, Sinclair és Steve Watson a lehetőségek. Én szerintem ez Liam Ridgewell, de ez megint olyan nehéz, hogy bassza meg. És nem, Craig Gardner. Hájjaj, háromból egyet találtam el. Ti eddig mennyire vagytok jók? Nehéz, mi? Tovább kell pötyögnünk. Talán most egy kicsit könnyebb dolgunk lesz. Barcelona, Arsenal, Róma, Ajax, Valvík. És a lehetséges válaszok: Mark Overmars, Thomas Vermaelen, Alexander Hleb vagy Giovanni van Bronckhorst. Őket azért már ismerhetitek, korombeliek. Vermaelen játszott a Barcában, játszott az Arsenalban, vagyis hát most is barszás, ugye? Róma, Ajax, Valvík, ezt nem tudom. Alexander Hleb, ő is játszott a Barcában és az Arsenalban. Rómában talán. Ajax, Valvík, édes Istenem. És Gigi van Bronckhorst, őről azt mondom, hogy a Barcában biztos játszott, meg talán a Rómában is. Édes Istenem, ez nagyon nehéz, srácok. Háj, hát az első, a van Bronckhorstot kizárnám, szerintem ő nem. Hleb. Hleb nagyon sok helyen játszott, de ő nem hiszem, hogy játszott az Ajaxban, mert ő valami bolgár játékos. Vermaelen, Vermaelen, Róma, Ajax. Nem tudom, Vermaelen vagy Overmars között gondolkozom. Overmars az Arsenalban, nem hiszem. Legyen Vermaelen, nézzük meg. Yes! Igen! Okés, királyság. Ott van a szépítés pingvinek. 4-ből 2. Görögjünk tovább az ötödik lehetőségre. Liverpool, West Ham United, Newcastle, United, gondolom ez a Manchester, Preston North End. És a válaszok: Stuart Downing, Andy Carroll, Craig Bellamy, Glenn Johnson. Szerintem Glenn Johnson lesz, de kezdjük előről. Downing,
ő szerintem nem játszott a West Hamben. Vagy igen? Most jó beégetem magam ezzel a videóval, de nagyon nehéz pingvinek. Andy Carroll Liverpoolban játszott, West Hamben játszott, Newcastle-ben játszott, úgyhogy ő sanszos. Craig Bellamy Liverpoolban, Newcastle-ben biztos, West Hamben nem tudom, a Preston North Endet meg sose fogom tudni. Glenn Johnson, ő játszott a Liverpoolban és játszott a West Hamben is talán, a Newcastle-t nem tudom. Bocsánat, én Andy Carrollra tippelek, nézzük meg. Yes! A Zoller szakállas, helyes, ő is megvan, ez azt jelenti, hogy 5-ből 3-at helyesen tudtunk, büszke vagyok magamra, menjünk tovább. Oké, okay. Real Madrid, Manchester United, Leverkusen, Guadalajara, hát szép névsor. Javier Hernández, Gabriel Heinze, Owen Hargreaves vagy Angel Di Maria. Oké, okay, kezdjük először, Javier Hernández, Chicharito, az egyik kedvenc focistám. Ő játszott a Realban, játszott a Unitedben, és most játszik a Leverkusenben. És mivel mexikói, ezért sanszos, hogy a Guadalajarában is. Bár szerintem nem onnan igazolt a Manchesterbe. Úgyhogy tovább megyünk. Gabriel Heinze. Heinze ugye argentin, védő. Ő is játszott a Realban, a Unitedben, a Leverkusent nem tudom. Owen Hargreaves. Unitedben játszott, Real Madrid, lehet, hogy játszott a Realba, de állandóan sérült a srác, úgyhogy nem vagyok benne biztos. És Di Maria, Real Manchester pipa, Bayer Leverkusen, az kizár dolog. Úgyhogy én Hargreaves-et és Di Mariát kizárnám, a kérdés, hogy Heinze vagy Chicharito, és mivel Heinze argentin, Chicharito meg mexikói, ez a Guadalajara, ez olyan mexikóisabb nekem, úgyhogy Javier Hernándezre tippelek, lássuk. Yes! Ho-ho-ho! Így van! Egészen kezdek belejönni. 6-ból 4 helyes, menjünk tova. 7-es számú feladmány. Tottenham Hotspur, Celtic, Watford, Cretail, Grasshopper, Skyari. Hát na, ebbe belefog a bicskám. Sülni. Etienne Capoue, Ronnie Rosenthal, Gregor Zrasiak vagy Ramon Vega. Ezek közül a játékosok közül én csak Capoue-t ismerem, úgyhogy reménykedem, hogy ő lesz az. Tudom, hogy játszott a Tottenhamben, tudom, hogy játszott a Celticben és a Watfordban, úgyhogy reménykedjünk. Nem. Ramon Vega. Őt nem ismerem, úgyhogy itt is. Mesélt a komment szekcióban, akinek van hozzá fűződő élménye. És tovább gurulunk a 8-as kérdésre. Everton, Rangers, Norwich, Kilmarnock. Ian Durant, Steven Naismith, Duncan Ferguson vagy David Weir. Ezek megint a nehéz kérdések. Oké, okay, Everton, Rangers, Norwich, Kilmarnock. Tehát van itt két skót csapatunk, a Kilmarnock, illetve a Rangers, meg két angol. Tehát gyanús, hogy skót vagy ír az emberünk. Ian Durantot nem ismerem, Steven Naismith, ő azt hiszem írő sanszos, Duncan Ferguson is talán ír, és David Weir, ő sincs meg. Naismithre tippelek, de ez megint ilyen halvány megérzés, nézzük meg. Yes! Helyes, végre egy helyes tipp. Number 9, 9-es. Tottenham Hotspur, Celtic, Southampton, Beer, Shot. Az emberek pedig Viktor Wanyama, Dean Richards, David Howes vagy Peter Crouch. Tottenham, Celtic, Southampton. Oké, okay, Peter Crouchot kizárnám, ő szerintem nem játszott a Celticben, ha csak nem most igazolt oda és nem tudok róla. A Tottenhamben és a Southamptonban igen. Vagy várjál, Southamptonban nem játszott, a Stoke-ban játszott, vagy játszik. Viktor Wanyama, ő játszott a Tottenhamben és a Southamptonban. Celticben Wanyama? Szerintem nem. Vagy most igazolt át a Celticbe? Dean Richards, David Howells. Érdekes, ez a Beerschot, ez olyan belga csapatosan hangzik. És Wanyama tudom, hogy játszott a belga bajnokságba, hogyha jól emlékszem. Viktor Wanyama, megtippelem Wanyamát, de nem tudom. És ő az! Nem is tudtam, hogy volt a Celticbe, vagy most van a Celticbe Wanyama. A fene tudja, de megvan ez is. Egész jól állunk. Azt mondja, hogy 9-ből 2, 4, 6-ot tudtunk, 3-at hibáztunk. Zsír! Egyébként 20 kérdés van, azt hiszem, úgyhogy tartsatok ki, megyünk még tovább. Elérkeztünk a 10-hez.
Tottenham, Stoke City, West Ham, Bradford, Peterborough. Crouch, Crooks, Etherington vagy Michael Knightley. Hát ez Peter Crouch lesz. Ez igen. Ez Crouch. És rányomtam és rossz. Matthew Etherington a helyes válasz. Ó, bazd meg, elkapkodtam. Ha, ezért kár volt. Bassza meg. Hát itt csak angol klubok vannak. 11-es. City, Aston Villa, Newcastle, Stoke. Darius Vassell, Stephen Ireland, Richard Dunn vagy Fabian Delph. Oké, ezek közül a játékosok közül szerintem mindenki játszott a Cityben. Darius Vassell egy egész jó csatár volt. Ireland, Richard Dunn, Fabian Delph. Nehéz. Vassell kizárnám, ő szerintem nem játszott a Newcastle-ben. Stephen Ireland. Volt City is, és talán volt Aston Villás is. De a másik kettőt nem tudom. Richard Dunn, City, Aston Villa megvan. És Fabian Delph, ő neki is. Ő pedig City, Newcastle talán. Richard Dunnra tippelek, srácok, de ez is baromi nehéz. Nem. Stephen Ireland. Aha. Hát bassza meg, megint lejtmenetben vagyunk. 12-es. Manchester United, Arsenal, Juventus, Aston Villa, Sampdoria, Barry Creeve, Alexandra. Szemek, hány helyen jártál, főnök? Andy Cole, Frank Stapleton, David Platt vagy Michael Sylvester? Sylvester. Hűha. Hát mivel nagyon sok külföldi csapat, már hogy nem angol csapat van ebben a névsorban, én azért tippelnék Sylvesterre, mert ő francia. És nála logikus, hogy ennyi olaszt megjárt. Úgyhogy Sylvester. Nem. David Platt. David Platt, nem is hallottam róla. Angol srác és ennyi klubba játszott. Azért kemény. 13. feladvány. Leicester City, Nottingham Forest, Kidderminster, Harry Urs. Édes Istenem, jó, nézzük. Wes Morgan, Matty Frigyát, Ricardo Skimeka vagy Gary Parker. Hát ez Wes Morgan és Gary Parker között fog eldőlni. Én Wes Morgant ismerem a legjobban, úgyhogy megtippeljük őt, de ez megint vakvágány. És yes, Wes Morgan, a hatalmas belső védő. Istenem, ez egy darab állat a srác, de nagyon küldi. Királyság, ez is megvan, most 6-7 a helyes, illetve a rossz válaszok aránya. 7 jó válasz, 6 rossz. Következő, Middlesbrough, Sunderland, Wigan Athletic. És a játékosok Julio Arca, Dean Whitehead, Grant Leadbitter és Lee Cattermole. Ezek közül csak Lee Cattermole-t ismerem, mint középpályás. Tudom, hogy játszott a Sunderlandben és a Middlesbrough-ban, úgyhogy megpróbáljuk őt. És helyes! Lee Cattermole! Zsír! Újabb helyes válasz, 15. Na, ez izgalmasabbnak néz ki. Real Madrid, Juventus, Inter, Napoli, Parma, Al-Ahli. Azt a rohadt életbe. Ez Fabio Cannavaro lesz, igen. Cannavaro volt pármás, aztán Napolis, aztán Interes, Juventusos, Reálos, és utána elment egy kis arab kalandra, úgyhogy ez tuti Cannavaro. Úgy van, az öreg Fabio. Te se leszel már fiatalabb, mekkora játékos volt, király. 16-os. Real Madrid, Milán, Inter, Ajax, Sampdoria, Botafogo. Zédor, Freikart, Krikic vagy Kluivert. Na ez aztán izgalmas, ezek már nagy játékosok. Én szerintem ez Zédorf. Ja, Zédorf a Sampdoriába, várjá. Clarence Zédorf játszott a Sampdoriába. Jó, Krikic biztos nem, mert Krikic nem volt reálos. Aztán Kluivert, Sampdoria, Botafogo. Nem, ez Zédorf lesz. Yes! Ott van! Az öreg Clarence. Mondjuk nem gondoltam volna róla, nem tudtam, hogy játszott a Sampdoriába, de hát az élet már csak ilyen, tanulunk. 17-es. Bayern München, Juventus, PSG. Coman, Salihamidzic, Vidal vagy Mandzukic. Ó, Hasan Salihamidzic. Ekkora játékos. Jó, Vidal. Vidal nem játszott a PSG-ben, és Mandzukic se játszott a PSG-ben, úgyhogy őket kizárhatjuk. Coman vagy Salihamidzic? Szerintem Coman. Coman játszott a PSG-be. Salihamidzic. Ez nehéz. Legyen Coman. Yes.
ott is van, Kingsley Coman. Nem tudtam, hogy volt PSG-s. 18-as. PSG, Marseille, Lazio, Galatasaray, Sunderland, Nantes. Laurent Blanc, Hatembe Márfa, Bruno Engotti vagy Lorik Kana. Ez Lorik Kana lesz. Amikor futballmenedzsereztem, akkor egy-két évvel ezelőtt még nagyon jó játékos volt, és mindenhova leigazoltam. Azt tudom, hogy ő játszott ennyi féle klubban. Úgyhogy yes, Lorik Kana. Nem annyira ismert játékos, pedig eléggé tehetséges, most aztán egészen elkallódott. 19. Barcelona, Chelsea, Inter, Porto, Sporting, Besiktas, Al-Ahli. Na ez is kemény. Adrián Mutu, Nicolas Anelka, Samuel Eto'o vagy Ricardo Quaresma. Oké, Quaresma. Quaresma Barcelona, nem hiszem. Vagy ha igen, akkor nem játszott sokat, de szerintem nem. Eto'o. Barszás volt, Chelsea is volt. Interes Eto'o volt, igen. Még Mourinho alatt. Portóban nem volt Eto'o, úgyhogy őt is kizárjuk. Anelka, a világ legnagyobb átigazolója. Hát bazzeg, ő mindenhol volt. De Portóba? Anelka? Hát meg lennék lepve. Vagy Adrián Mutu. Hát bazzeg, ő is mindenhol volt. Lehet, hogy Quaresma volt barcelonás. Csak rohadt kevés ideig, és nem játszott annyit. Mert Quaresmáról tudom, hogy volt arab játékos, volt a Besiktásban, volt a Portóban, hiszen portugál, és akkor gyanítom a Sportingban is. Ez Quaresma lesz, mert ennyi portugál klubban szerintem csak ő játszott. Yes! És tényleg Ricardo Quaresma a helyes megfejtés. Érdekes, nem emlékszem a barszás kalandjára, de sokat nem játszhatott, gondolom. Elérkeztünk az utolsó kérdéshez, Pingvinek, a 20-ashoz, hát ide is eljutottunk. Chelsea, Manchester City, Queen's Park Rangers, New York Red Bulls, Phoenix Rising, Lampard, Sinclair, Weinbridge vagy Sean Wright Phillips. Hmm, szerintem Sean Wright Phillips. Mert ő neki volt nagy amerikai kalandja, és volt Chelsea is, volt City is, QPR-es is. A többiekről tudom, hogy Lampard nem játszott a QPR-ban szerintem, vagy még nagyon régen. Úgyhogy én Sean Wright Phillipsre tippelek, a kis negráns szélsőre, lássuk! Ott van. Még egy helyes válasz. Hát micsoda teljesítmény, nézzük az értékelést. Congratulations, you got 14. Hát, lehetett volna jobb is, de 20-ból 14 azért az nem olyan rossz teljesítmény. Pingvinek, remélem, hogy jól szórakoztatok, ez egy ilyen kis felvezetése volt a nyári átigazoló sorozatunknak, mondjuk, hogy egy nulladik rész, bár ott nem kvízeket fogunk kitölteni, hanem átigazolásokról fogunk csacsogni, de remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy várjátok a nyári transfer szezont, ami már nagyban dübörök, úgyhogy jövő héten jelentkezem az átigazolási hírekkel, addig is ez volt a nagy átigazolós focista kvíz, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, mondjátok el, lenne a komment szekcióban, hogy ti hányat tudtatok volna, itt van két videó a fejem fölött, nézzétek meg azokat is, és én azt kívánom nektek, hogy legyen nagyon szép napotok, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, további sportvideókért, én még mindig Nessai vagyok, na, szevasztok!